Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Jubileumi emlékülés, 120 évvel ezelőtt indult az óvodapedagógus képzés Sopronban. Lovak az óvodában, az állatok világnapja alkalmából hátasokat láttak vendégül a Hársvashoritag óvodában. Minősítés, elismerték a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT Múk Endre Erdészeti Erdei Iskoláját. 120 évvel ezelőtt indult az óvodapedagógus képzés Sopronban, és 60 esztendővel ezelőtt vált felsőfokúvá. A kettős jubileum előtt egy nagyszabású ünnepségsorozattal tisztelgett az intézmény. A programban emléktábla avatás, óvodatörténeti kiállítás és művészeti galéria megnyitása, emlékülés, egykori tanítványok visszaemlékezése és emlékfaültetés is szerepelt. Azért új szép ez a világ. A Benedek kar hallgatójának csodálatos énekhangja köszöntötte a jubileumra érkező vendégeket. 120 évvel ezelőtt indult az óvodapedagógus képzés Sopronban, és 60 esztendővel ezelőtt vált felsőfokúvá. Az ünnepi program emléktáblavatással kezdődött, amely a 60 esztendővel ezelőtti vezetők, oktatók munkája előtt tiszteleg. Az avatáson az első hallgatók egyike is részt vett. Csodálatos volt. Mi voltunk az első évfolyam, kevesen voltunk, és az igazgató mindig azt kérdezte, hogy mit kérünk. És mi nem nagyon szoktunk kérni. Úgyhogy, és most is sokan összegyűltünk, akik még élünk, mert már sajnos veszítettünk is el emberkéket, de nagyon jó találkozni. A gyerekek önfelett műsorral hívták a vendégeket a jubileumi emlékülésre. A kardékánya a múlt felidézése mellett a jelenkor büszkeségeiről is szólt ünnepi beszédében. Idén egészen friss az információ, ismételten elnyertük a felsőoktatási rangsorban az ország legjobb vidéki óvodapedagógus képző intézménye címet. Erre azért is büszke vagyok, mert most már, ha jól tudom, 17-18 helyen képeznek az országban óvodapedagógusokat, de úgy látszik, ez mégsem elég, még mindig nem elég, hiszen borzasztó nagy hiány van szakképzett diplomás óvodapedagógusokból. Ez azt gondolom, hogy a Benedek énekkaron tanító tanároknak a munkáját fémjelzi. Ez egy csapatmunkának az eredménye. Rendkívül büszke vagyok a karra, az oktatókra, akik most már évek óta sokat tesznek ezért a képzésért. Mint említettem, korábban a Sopron óvodapedagógus képzés teljes mértékben összeforrt a város nevével, és mindig mondom, hogy a Volt Fesztivál, a Csoki gyár mellett van egy óvodapedagógus képző intézmény is, és a város is azt gondolom, hogy nagyon büszke erre a házra, erre az intézményre. A város nevében Sas László, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke köszöntötte a Benedek Elekkart. Professzor dr. Nálik András rektor ünnepi beszédében kiemelte, közel 20 esztendeje vált egyetemi karra az intézmény, azóta folyamatos fejlődés jellemzi. Közel két évtized során olyan fejlődés ment végbe a karon, amely most már azt mondhatjuk, hogy ténylegesen és tartalmát tekintve is egyetemi karrá emelte, egyetemi karrá fejlődött a Benedek Elek pedagógiai kar. Arra gondolok, hogy például a minősített oktatók aránya jelentősen megnőtt, és tényleg most már a régi karainkhoz hasonló arányok alakultak ki, tehát olyan 80%-ot közelítő arány, ami országosan is kiemelkedő, úgy gondolom. Arra is gondolok, hogy doktori iskolai programja lett a Benedek Eleknek, ez egy környezeti nevelési doktori iskolai program, és arra is gondolok, hogy rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A büszkeségek sorába tartozik a német nemzetiségi szak és az angol specializáció beindítása is. Az emlékülésen címzetes egyetemi docens címet vehetett át Tóth Maria nyugalmazott egyetemi főtanácsos. Az ünnepség keretén belül galériát is avattak, illetve megnyílt a jubileumi óvodatörténeti kiállítás is. A program emlékfelültetéssel, illetve baráti beszélgetésekkel zárult. Az állatok világnapja alkalmából lovakat láttak vendégül a Hársvashoritag óvodában. Az apróságok fel is ülhettek a hátasokra. Az évente visszatérő kezdeményezésen a szervezők szeretnék közelebb hozni az állatokat a gyermekekhez.
Mehetünk? Már 9. alkalommal szerveznek lovaglást az Állatok Világnapja alkalmából az óvodában. A gyermekek alig bírják kivárni a sorukat, hogy végre ők is nyerekbe pattanhassanak. Imádják őket, már van, aki szeptemberben így érkezik, hogy lesz-e az idén lovaglás, úgyhogy ezért igyekszünk, hogy ezt a programot tartsuk, és minden évben várjuk a lovakat ide hozzánk. Minden apróság több kört is mehet a lóval, miközben képzett lovasok vezetik őket. A hársfasori tagovodába járó gyermekek zöme már jól ismeri a hátasokat. Szeretem a lovakat, mert kedvesek, szelidek, nagyok, és meg lehet őket simogatni. A Brandmajor lovasudvar csapata gyakran viszi a lovakat ilyen rendezvényekre, hogy minél több gyermek megismerkedhessen a lovakkal. Ezek az állatok ugyanis jótékony hatást gyakorolnak az apróságokra is. Halomnyi irodalom és könyv tanulmány szól arról, hogy a ló és a gyerek, és illetve az ember kapcsolata mennyire pozitív és milyen jó hatással van, és ezt szeretnénk egy picit itt a mindennapokban, az óvoda kertjében is most ezt megvalósítani. A gyermekek arcára egy kis mosolyt csarni, és így az állatok világnapja alkalmából összekötni a természetet a gyermekekkel. Október 4-e tisztelgés az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Nívós elismerésben részesült a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT Muk Endre Erdészeti Erdei Iskolája. Az Országos Erdészeti Egyesület elismerését azok az intézmények kapják meg, amelyek infrastruktúrális hátterükkel, programjaikkal színvonalasan és változatosan mutatják be a gyermekeknek a hazai természet kincseit. Iskolás csoportot kísér a tolvajárokhoz dr. Takács Viktor, a Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT Muk Endre Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője. Többek között számos ilyen program szervezése miatt érdemelte ki az intézmény a minősített Erdészeti Erdei Iskola tanúsítványt. A minősítést az Országos Erdészeti Egyesület nevében Zambó Péter földügyekért felelős államtitkár adta át Budapesten szeptember 20-án. A minősítés azt jelenti, hogy erdőiskolánk megfelel az Országos Erdészeti Egyesület által támasztott minőségi és mennyiségi követelményeknek, amit egy erdészeti erdei iskolától elvárnak. A minőség alatt értem, hogy van egy infrastruktúrális hátterünk, személyzeti, szervezeti hátterünk, amellyel megfelelő mennyiségi és színvonalú oktatást tudunk lebonyolítani. Magyarország területének mintegy egynegyedét erdőségek borítják, a 22 hazai erdőgazdaság által üzemeltetett 40 erdészeti erdei iskola feladata, hogy szórakoztató programokkal mutassák be a gyermekeknek az ezekben rejlő egyedülálló állat- és növényvilágot, illetve azt, hogy hogyan tudnak vigyázni ezekre az értékekre. Az erdőiskola mint egy kiegészítése a hagyományos oktatásnak, tehát a városi környezetből, amikor kijönnek a gyerekek, akkor hatalmas élményekkel gyarapodnak, és már másnap visszavágynak, kérik szinte a tanítónénitől vagy az óvónénitől, hogy jöjjenek újra az erdőbe, hiszen az itt megszerzett ismeretek hatalmas újdonság erejével hatnak. Dr. Takács Viktor vallja, rengeteg szakmai munka rejlik abban, hogy a minősítéshez méltó legyen az erdészeti erdei iskola. A cím kötelez, így a jövőben is változatos és színvonalas programokkal várják a gyermekeket. A minősítést az iskola 2022-ig használhatja. Lakossági fórumot tartott dr. Szájer József szerdán Sopronban. Az európai parlamenti képviselő kiemelte, nem szabad megtörni azt a lendületet, ami Sopront és az itt zajló fejlesztéseket jellemzi. Sopron célja legfőképpen az, hogy elendületben maradjon, mondta a fórum elején köszöntőjében dr. Farkas Ciprián, városi tanácsnok. Átfogó fejlesztési program zajlik éppen a városban, amely választ ad a város jövőbeni kihívásaira. Úgy a közlekedési jelenségeknek az orvoslására, a gazdaságfejlesztésre, az ipari parkkal, a turisztikai fejlesztésre, és ápoljuk a hagyományainkat és az értékeinket is azáltal, hogy a belvárost szépen felújítottuk kormányzati forrásból, és a Szent Mihály templom is éppen megújuló félben van. Dr. Szájer József, európai parlamenti képviselő, közvetlenül Brüsszelből érkezett a fórumra. Előadásában kiemelte, rengeteg fejlesztés valósul meg Sopronban, különösképpen az itt kezdődő modern városok program eredményeként.
ennek a fejlesztésnek a továbbvitele most a városnak a feladata, nem szabad megtörni ezt a lendületet, tovább kell menni, és hát az országos támogatást is meg kell őrizni azokhoz a programokhoz, amelyeket itt Sopronban a városvezetői kitaláltak. Dr. Szájer József az Európai Parlamentben folyó munkába és tendenciákba, a gazdasági helyzet hazai és nemzetközi összefüggéseibe is betekintést adott a hallgatóságnak. Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című színpadi játékát mutatják be a Soproni Petőfi Színházban. A főszerepekben Szilágyi Tibor és Széles Ferenc látható. Akkor reggel a te kezedben is fegyver volt! Ha igaz, amit mondasz, miért nem védekeztél? Mert elment a kedve! Nem könnyű védekezni annak, aki meg akar ölni a legjobb barátját. Két régi barát évtizedek után újra találkozik, és beszélgetésük során a múltra visszatekintve egyikükből vádlott, másikukból vádló lesz. Ez a feszültség bontakozik ki Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című művében, mely kamaraszínházi előadásként látható Sopronban Pataki András rendezésében. Márai egy igazi hatalmasság. Amikor az életművét mérlegre tesszük, akkor jól látjuk, hogy azon kevesek közé tartozik, akár ketten vagy hárman is vannak, akik 56 előtt, alatt és után nem kompromitálódtak semmilyen szempontból. Ugyanakkor az életművük, a leírt utánuk hagyott örökség pedig egyetemesen világszínvonalú. Nem véletlen, hogy Márai gyakorlatilag a világban is hatalmas sikert ért el. A mű a barátság, a hűség és az árulás mindig aktuális témáit járja körül, így gondolja a Konrád szerepében látható Széles Ferenc, Jászai díjas színművész. Nem mondjuk bele azt is, hogy ez egy letűnt világot ábrázol, mert ez a történet tulajdonképpen két mai embernek is a története lehet, hiszen a nézőtéren fognak majd ülni ilyenek, akik azt mondják, hogy te jó Isten, hát ez velem is megtörtént, ez pont így történt, vagy majdnem így történt, tehát nem kell ezt a régi világba, a 40-es évekre visszavinni, hanem ez a mi életünk, mi ebben élünk, ilyenek vagyunk, szeretjük egymást, a barátainkat megcsaljuk, a szeretőinket megcsaljuk, éljük az életünket, jól, nem jól, ezt majd eldönti valaki más. Én komolyan hiszem, hogy te meg akartál ölni. A tábornok szerepében a Jászai díjas, kiváló és érdemes művész Szilágyi Tibor látható. A Soproni Teátrum korábbi igazgatója 55. színházi évadát kezdi, és örömmel tölti el, hogy Márai Sándor művéből készült darabbal ünnepelheti a jubileumot. Ez azért csodálatos, mert ez nem egy jelenlegi dramatizálás, hanem ez maga a szerző írta az emigrációban. Talán Németországban hangjátékként leismert. Na most ilyet, hogy egy ekkora író, aki hát azért nemzetközileg is akárki már, hála Istennek, a saját művéből összehúz 50 percet, ez a legnagyobb teljesítmény, és hát biztos, hogy beletartozik, ha sikerül megszólítanunk a közönséget, meg hát egymás nagyon nagy élmény volt, akkor az biztos, hogy beletartozik ebbe a rövidke pályának, mindegyikünk rövidke pályának, abba a két kezem megszámolható valamiben, amiért érdemes volt rajta lenni. Az előadásban színre lép még Major Zsolt az Inas szerepében, a dramaturg Katona Imre, a jelmeztervező Gyarmati Ágnes, a díszlet Pataki András munkája. A produkció október 4-én már megtekinthető a Soproni Petőfi Színház kamarajátszóhelyén, a Liszt Ferenc Kulturális Központban. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek témája a Pannonkelte a kulturális és közösségépítő projekt lesz. Utána a Lapozó című kulturális magazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken változóan felhős napos időre van kilátás, a légmozgás is mérséklődik. A hőmérséklet 15 és 18 fok között alakul majd.